Robert Lyon Davis mocskos zsaru volt. Tulajdonképpen minden elképzelhető bűnt elkövettünk. Úgyhogy közben mindvégig egyenruhában voltunk. Az egyenruhának hatalma van. Keresztény nagymamája gondozásában nőtt fel, aki bibliai történetekkel tanította meg őt a jó és a rossz közötti különbségtételre. Azt mondta, egy napon, amikor én már nem leszek, emlékezni fogsz azokra, amiket most mondok neked. Kiemelkedő alkalmassági vizsgával csatlakozott a New Orleans-i rendőrséghez. Komoly reménnyel léptem be, és próbáltam, már amennyire ez egy embertől elvárható, jobbá tenni a világot. Olyan helynek tűnt, ahol ezt meg is lehet tenni. Szerettem volna méltó lenni a tisztemhez. A világ jobb átételéhez fűződő reményei azonban már az első napon kezdtek szétfoszlani. A tiszt, akivel együtt mentem, 17 éves tapasztalattal rendelkezett, de minden ok nélkül elkezdte megállítani az embereket. Megmotozta az embereket úgy, hogy semmi oka sem volt rá. Járműveket állított meg minden különösebb ok nélkül. Őrült dolgokat művelt, amiről az akadémián azt mondták, hogy ne tegyük. Panaszt nyújtott be a felügyelőkhöz, ők azonban meggyőzték róla, hogy nem szabad olyan hevesen támadni egy másik rendőrt. Abban a pillanatban rájöttem, hogy most már engem is bevontak. Rájöttem, hogy ez a testület is korrupt, és két lehetőségem van. Vagy kilépek, vagy csatlakozom a klubhoz. Sajnos úgy döntöttem, hogy csatlakozom. Ekkor mindent kirekesztettem, amit nagymamám valaha is mondott nekem. A romlás már bennem volt. Azzal a tempóval, amit éltem, könnyen megölhettem volna valakit. Robert és társai az utcai igazságszolgáltatás sajátos formáját gyakorolták. Hétfőn megkentünk valakit, kedden a szex volt soron. Szerdán kábítószert szállítottunk. Csütörtökön a kábítószert függőket védtük. Végül még a belső ügyosztálynak is lépnie kellett. A feljelentések egyre gyűltek ellene, ezért a belső ügyosztálynak közbe kellett lépnie. Megfigyelték és rajta kapták, hogy többször is áthágta a törvényeket. 30 év dutyira számíthattam, de ekkora már 27 embert juttattam be ugyanabba a börtönbe. Ezért már kezdték rebesgetni, hogy ha egyszer elítélnek, akkor a börtönben megerőszakolnak, majd megölnek. Szóval 24 órán belül halott lehetek. Úgy döntött, hogy míg a tárgyalás előtt elmenekül, amikor előzetesben volt, túlélési technikákat olvasott és megtanulta, hogyan lehet életben maradni a vadonban. Egészen Kanadáig jutott el, ahol szökevényként élt. Elfutottam, és tudtam, hogy az erdőben senki sem fog megtalálni. Eldöntöttem, hogy csak néha jövök elő azért, hogy egy kis pénzt keressek. 30-40 dollárt, amin konzerveket vehetek, és utána visszamentem az erdőbe. Egyedül itt éreztem biztonságban magam. 22 éven keresztül járt át az Egyesült Államok és Kanada határán, más és más néven, más és más városokban. Tudta, hogy bármelyik pillanatban elkaphatják, és Istent hibáztatta. Már hogyan is létezhetne Isten? Ez az egész Isten dolog csak egy becsapósdi, nem lehet igaz? És kérem szépen, hogy Jézus Krisztus nevét ki se ejtsük. Nem, nem nagyon komáltam őt. Tudja, azt gondoltam róla, hogy ez egy vicc. Ateistává, keményvonalas ateistává váltam. Több évnyi menekülés után szíve megtelt gyűlölettel és sajnálkozással. Robert már az öngyilkosságra gondolt. 2-3 napon keresztül lebegtem az öngyilkosság határán. Mindenféle érzésekkel telve, sok minden feljött bennem. Akkor szerettem volna mindennek véget vetni. Volt nálam egy pisztoly, ezért nem egyszer gondoltam rá, hogy véget vetek mindennek. Ekkor azonban a nagymamája által mondott bibliai idézetek jutottak eszébe. Robert úgy döntött, hogy próbára teszi Istent, és Isten válaszolt neki. Többször is, többféle dologgal is próbára tettem őt. Volt például egy régi kávéskannám, és fogtam egy követ. Rátettem a fejjel lefelé fordított kanna tetejére, és azt mondtam, ha reggel, mikor felkelek, a kő a kanna alatt lesz, akkor hinni fogom, hogy létezel, és feladom magam. És reggel, amikor felkeltem, a kő már nem volt a kanna tetején. Nem volt elég bátorságom, hogy benézek a kanna alá, mert ha valaki az élő Istennel találkozik, Tennessee erdő közepén, az nagyon félelmetes érzést kelt. Azonnal megszabadultam minden ateista nézetemtől, és azonnal visszatértem oda, ahol még a nagymamámmal tartottam. Újra láttam magam előtt a nagymamámat, és újra hallottam a bibliai részleteket, és másnap tényleg fel is adtam magamat az igazságszolgáltatásnak. De előtte Istennek adtam át magam. Visszatért New Orleansba, hogy szembenézzen az ellene felhozott vádakkal.
Elképzelni sem tudtam volna azt, hogy Isten azért akarja, hogy feladjam magamat, hogy utána a halál legyen a részem. Az életnek kell alárendelnem magamat, nem a halálnak. Nem tudtam, hogy a bíró elenged. Úgy gondoltam, hogy megkapom a 30 évemet. Ő meg úgy érezte, és ezt meg is mondta nekem, hogy megszolgáltam a büntetésemet, és ezért próbára tesz. Azt mondta, próbára tesz. Robert most már szabad ember, történetét az akadémia friss diákjainak mondja el, és segít a korrupt rendőröket az igazságszolgáltatás elé juttatni. Úgy gondolom, hogy azért jöttem ki az erdőből, hogy segítsek másoknak. Hogy legalább egy rendőrt segítsek abban, hogy ne tegye azt, amit én. Hogy bátorítsam az átlagpolgárokat arra, hogy jelentsék fel a korrupt rendőröket. Ha most visszatekint arra a 22 évre, amit úgy töltött, hogy a törvény és Isten elől is elfutott, már látja, hogy soha nem volt egyedül. Isten mindig ott volt, és most is velem van. Én megfeledkeztem Istenről, és utáltam őt, de Isten nem feledkezett meg rólam. És bármennyire utáltam is őt, ő annál jobban szeretett.